Oroszország jelenti a legfőbb és legközvetlenebb fenyegetést az Euróatlanti térség békéjére olvasható a belga katonai hírszerzés szerdán közzétett éves elemzésében. A jelentés kiemeli, hogy az orosz barát aktivista hekkerek egyre több kibertámadást hajtanak végre, szinte valamennyi NATO szövetséges ellen. Válaszul az Oroszország által fenyegetőnek ítélt intézkedésekre. A belga hírszerzés kiemelte, hogy az ázsiai atomhatalmak, Pakisztán és India konfliktusos viszonya az Oroszországhoz hasonlóan revizionista állam jellemzett Kína nemzetközi térnyerése, valamint Észak-Korea nukleáris fejlesztései továbbra is aggodalomra adnak okot egyre nehezebben valósul meg a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása. Ez a tendencia aláássa a nemzetközi kapcsolatokat, és ösztönzi a fegyverkezési versenyt, ami a nemzetközi feszültségek további fokozódásához vezet. Például Irán ballisztikus és nukleáris fejlesztései jelentős destabilizációhoz vezethetnek, a világgazdaság számára jelentős érdekeket képviselő közel régióban áll a jelentés.